Nos, sőt, ez így van. Ebben a játékban egy mókussal vagy, akinek van egy lőfegyvere, és őszinte leszek, mikor elsőnek hallottam erről a játékról, konkrétan a Goat Simulator és a társai jutottak eszembe. Tudjátok, ez a tipikus youtuber játék, hogy páran játszanak ezzel, és akkor így amilyen gyorsan jött, el is tűnik. Mert hát a random káosz egyenlő szórakoztató. Hát ez néhány esetben tényleg így van. De meglátjuk, hogy ez a játék mivel másabb, mint a többi ilyen pusztítós baromság, amivel játszottam. Na, vágjunk is bele. Hát a főmenü az már lenyűgöző, nézzétek meg, mi van itt. Hát igényességből kettes. Habár, ezt nézzétek. Oké, safe slot. Az igen. Mondjuk eleve negatív dolognak tartom, hogyha van mondjuk 3 vagy 4 safe slot, de wow, ez aztán mennyiség. Start a new game. Yes. Én leszek egy mókus, egy pisztollyal, fogadjunk. Ojoj. Valami laborból szökök, úgy néz ki. Eddig jó. Úristen, az egy mak. Nekem az kell. És most, nagyon fényes minden. Hát, ha tudok ezen valamit. Egy kicsit tenném csak sötétebbé, csak egy picit, de hát nem. Jó, remélem a fehér szín nem valami vakító. De hú, de szaladok. Oda nézd, de szépen nézek ki. És még ugrok is. Amúgy nagyon jó a mozgása. Nagyon jól meg van csinálva, hogy így ugrabugrálok. Jó, eddig érdekes első benyomás. Ahogy látom, nekem ezekre kell ráugranom, csak nem tudok jól ugrani. Mármint így. Ha spamelem a space-t, akkor legalább jól tudok időzíteni. De megráz, hát ne. Biztos ez? Aha. Hogy nekem ezt kell csinálnom, hogy így szépen mindenhez hozzáérek. Ez a tutoriál, hogy haló, hogy ugrálj itt, össze-vissza. És ahogy látom, ott az a zöld cucc, az ott a HP, gondolom én, mert hogy csökkent, mikor hozzáértem ahhoz. Hogy futok falra? Vagy lehet azt? Mert hogy az aztán... Wow, Depth of Field az nagyon jól dolgozik, mondhatom. Még egy undorító effekt, amit szívesen eltörölnék. Főleg, mert próbálnék felfele nézni, és nem tudok. Oké, a post-processinget teljesen levettem, most már jó, most már fantasztikus. Controls, oké, itt a controls, de hol van a binding? Hol tudom megnézni? Aim assist. Oké, kösz. Komolyan vak vagyok, vagy tényleg nincsen binding? Nem tudom megnézni, mik a gombok. Milyen játék ez? Milyen játékban nem lehet megnézni a gombokat? Oké, kattintsak, azt mondod? Ez mit csinál? Ez mi? Oké, viccesen néz ki ez a tolás, de... És? Ahogy fölkaptam, az igen. Hello. Mindjárt ketté repesztem a jégtáblákat azzal, hogy ezt földhöz vágom, mert azt hiszem, hogy mak. Várjál, dobás. Aha, azt hiszem már sejtem. Így. Ho! Oké, és még? Jó, még nem jó az egész. Akkor, aha, megvan, jó. Gyere csak, te fémlap. Dolgunk van, küldetés. Ho! Tökéletes. Az első mak az enyém. Na, mutasd magad. És... Wow. Oké. Egybe. Egybe az egészet. Ahogy illik. És ez eltűnik. Riadó van. Jönnek a titkos ügynökök? Bizonyám, ott van John ügynök. Hello, én csak egy mókus vagyok. Te most harcolni akarsz. Erre megbotlik. És ott van a pisztoly. Köszi. Elfogadom. Ajaj. Mindjárt ott a brilliáns elme aktiválódik. Ez a feszültség, ezt nem bírom. Wow, és tényleg felvettem a pisztolyt, beszarok. És akkor célzok, lövök, meg eldobom, jó? Hát hello! Meg lettél lőve. Na mi van, mi? Úgy de szaladsz. Amúgy, mik azok a csíkok ott oldalta? Menj innen. Igen, és most? Úristen, hát finishing move.
Hihetetlen. Na, akkor oda megyek. És E. Ez... ez mi a szar? Jó, hát... megvagy, azt hiszem. Nézd, hogy nem. Engedjék ki. Köszi. És most? Úristen, még kettő titkos ügynök. Ezek klónok, ráadásul fedezékbe kell vonulni. Hát le kell lőni őket, nincs mese. Ez mi? Nem tudom, de... célzás! Kifagytam, újra kell töltenem? Tudok újra tölteni? Na várjál, megoldom én ezt. Csak ugrálok egy picit elfele. Aha, szóval ez újra tölt, ami ott volt, jó. Hú! Úgy. És kiesett az összes makkod, köszi. Gondolom ez pénz vagy ilyesmi. Tehát, hogy ezt eldobom, ez mi? Jaj, gránát, ó. Fantasztikus, de nekem ez kell. És bementünk egy ilyen portál szobába lényegében. Hát nem erre számítottam, hogy őszinte legyek. Ez mi a szarott? This wedge adds max reload energy. Hold Q to reload any gun. Kösz! Miért van itt amúgy láva? Mi ez a hely? Azt nem tudom, de ugrabugrálok, és itt egy lift, ami fölvisz. Jéj, még egy mag. Ó, Jézusom, ez aztán visszarúgás, erre gondolhattam volna. Mondjuk csoda, hogy nem repülök el a francba emiatt. Ó, és még három, nagyon jó. És még egy. Na most már elég. Jaj, mi ez a szoba, te úristen! Shift-tel dobjam el. Hát, jó, akkor viszlát, ennyi volt a bókus pisztolyjal. Aha, és tudok mászni oszlopon, ha nincs nálam semmi, de... ez így. Mert hogy... jó, ez több mint kényelmetlen, hogy őszinte legyek, mert most akkor így kell, hogy... nem csak néha saját magától elengedi, legalábbis úgy néz ki. Jó, oké, ez jó, ez jó. Ja, hát akkor... puh, ennyi. És azt hiszem... hú, nagyon jó vagyok. És csak nem... wow, submachine gun. És ezzel hogy tudok repülni? Ez működik úgy, mint egy jetpack. Az lövés, oké. Okay. És hogy repülök? Ja, Jézus, oké, okay, elég irányíthatatlanul. You can hyperfocus with F. Defeating agents will give you yellow energy. Az ott, ahogy látom, az akar lenni, jó. Sajnálom. Ja, hogy ilyen hamar kifagyok, igen. Aztán gyere ide, és... mi a szar ez? Bocsi, finishing move, fatality, gyerünk! Á, ugyanaz, oké. Okay. A pine gun made of bullets, this will give you reload energy. Oké, okay. Oké, okay, kérem a lőszer tobozt. Szép toboz, micsoda mázista vagyok, a kedvencem. Gyere ide, még egyszer ugyanez. Úgy, hogy... ezt a baromság. Na és akkor ide le, mert hogy itt van egy nagy mak. Úgy. Hiding underneath. Ez olyan, mint ez a sok cucc, amit a Legóban kell gyűjteni a Lego játékokban. És ez mi a szar? Inside eye patch. Igen, azt mondod? Beszarok, és tényleg. Wow. És erre csak úgy tudok fölmászni, hogyha nincsen fegyverem, úgyhogy a visznát. Jó, bár miért ad lőszert itt? Vagy várjunk csak? Hova a fenébe dobtam? Itt van. Szóval... aha, értem, mindent értek. Szóval az SMG az lényegében jetpack. Yeah! Nuts! Ámmodjik, oké. Okay. Még egyszer. Wow, hát nem viccel a játék. Egy kicsit nehéz megállapítani, hogy egész pontosan hol vagyok, így helyileg. Várj, ide föl tudok menni? Oh, oké, én ezt elfogadom, csak kell lőszer.
Azaz, köszönöm szépen, hogy eltakarod, hogy hova repüljek. Nagyon jó. Az ilyet imádom. Fú, ez így furcsa lesz. Ja, az, hogy így mászok körbe-körbe, ez egy kicsit hánytató csak. Jaj, na végre kijutottam, hihetetlen. Na megjöttem, hello. Jaj, ne, ügynök. Azt hiszem bántanom kell. Az mi? Egy kocsi? Egy kocsi? Beszarás, te se hiszel a szemednek, mi? Én se. Kell 12 és 400. Így az ügynök az így megállapított, hogy ilyen drágának kell lennie? Azt hiszem ezzel leszek egy darabig. Akkor gyűjtögetünk, úgy néz ki. És most, hogy felmásztam a zászlóra, ez mit jelent? Climb and leap, floor is lava... Va? Ja, így megmutatja, hogy mi van itt? Á, oké. Akkor most ugorjak? Ugorjak, jó. Oké, remélem jól vagy. Mondjuk mókus vagy neked ez a távolság, ez semmi. Jézus! Ki a tököm tart lávát a nappaliban? Jó, amikor azt írta, hogy floor is lava, akkor nem viccelt, akkor szó szerint értette ezt. Jó, és most? Így? Kéne nekem egy titkos ügynök áldozat. Jézusom, hova mész? Ez mozog is. Ó, oh, mondjuk el is dobhatom, szóval nesze. Ó, oh, ja, hogy volt, van benne mak? Oké. Okay. Akkor nem pazaroljuk. De pazaroljuk, mert béna vagyok, de... úgy erős vagyok, arról a életbe. Ja, kelleni fog egy pisztoly. Ha már ez a játék. Nagyon jó. Aztán... I! Tökéletes. És elpazaroljuk az összes makkot? Az mi a szar? Ó, várjunk csak. Most írta, hogy nyomja meg a Q-t, ez mit jelent? Ez jelenti, aha. És kaptam egy pulcsit, hát nagyon lenyűgöző vagyok, azt hiszem. Ja, várjál. El tudok bújni? Hang alapján igen? Hmm. Oh, hello ügynök. Nincs is lőszerem amúgy, nem tudom mivel lövök. Ah, újra töltöttem, hihetetlen. Mellé? Hogy lövök mellé? Itt vagyok, előtted. Mi? A franc. Haló, na végre. Ó, még látszok, én nem verlek hát ilyen könnyen. Hát ebből mindent láttam. Ó, lehet ilyen stealth kill? Mekkora lenne már ez? Miért világít itt? Ja, hívjuk stealth killnek ezt. De lehetséges-e? Egy, kettő... Persze, hogy lehetséges. Azok az oszlopok miért lebegnek? Mi a szar? Próbáljam meg. Mondjuk ez borzalmasnak tűnik. Na várjál csak. Miért hagyta abba a fegyver a funkcionálást? Így eltűnt a visszarugás. Mi ez? Nénikéd ijeszgesd. Á, értem, mikor ugrok, akkor... Aha, ez egy baromság. Szóval ugrok, és sárgán mutatja, hogy mi az, amit ugrásra tudok használni lőszer. Mert utána a többi nem működik, így a fizika az így fogja magát, és megszűrük létezni utána. Értettem, az robbalhat. Hmm. Jó napot, menekülj, jövök érted! Ó, ki is raboltam, köszönöm. Ja, hát akkor betörök hozzád, jó napot. Így van, ki vagy rabolva. Tényleg kirabolom. Kösz. Örültem. Te ki vagy? Menj már innen. Úristen, ne! Ja, ne is zavartasd magad, éppen csak kivégzést tartok. Te így jól vagy? Na várjál, segítek. Hát ez nem nagyon segített. Föltrok rád mászni? Miért? Mert... hello. És kitekertem a nyakát. De mégis él. Na várj, ezt ki kell próbálnom egy normális emberen. Amúgy ez elvileg egy kész játék. Ja. Szóval ez egy kész játék. Na például te ott. Ó, jaj, ne! El kell futnom. Ezek már ilyen... Ó, ja, hogy SMG-sek, ezért kell futnom. Nem fogsz eltalálni, sajnálom. De el fogsz találni. És az F. Mua, és elszaladok. Hello, jövök érted? Tja! Uh-huh, és a különböző utcákra van így elosztva az egész, és ott vannak a... Ó, oh, ez egy piros tank. Hmm, szerintem észrevett.
kilő egy tankkal egy mókusra. Hát ja, én is üvöltök. Hát... Daddy? Oké. Okay. Father. Kié? Nem az enyém, az biztos. Jó, szóval ez itt egy boss? Így fogja magát és így meglő, majd elmegy? Ennek mi értelme volt? Azt nem tudom, de megyek tovább. Szóval azt akartam mondani, hogy ott a... jobb felső sarokban mutatja, hogy az adott területen mik vannak, ő meg ott ragdollozik szépen. Van egy map egyáltalán? Nincs, jó. Szóval mutatja, hogy van itt 5 darab nagy mogyi, meg valami bónusz, meg 3 outfit. Inside top hat, na várja, az nekem kell. Így. Léci. Köszönöm, na az ott kell. Úristen, Merika. És nem tudom szétcseszni a tortát se. Hát jó, akkor ti mit üvöltöztek itt, hello? Akartok valamit? Nesze. Képen vagy lőve, reagálj már. Halló. Ennél... hát még a Gold Simulatorban is nagyobb volt az ellenállás, na mindegy. Azok ott veszélyes tagok. Nem sokáig, mert én oda megyek. Lebukok, de... Hát ezek el lettek intézve. Há, hello ügynököm, Mizu. Jaj, szaladjál. Te is ott a... Te, hogy szaladsz? Mi ez az animáció? Léci? Valaki magyarázza el. Hát nem így. Gondoltam, hogy majd a levegőből szépen ráugrok, de azt hiszem kapjam be. Fú, ez... érdekes így. Hú! De miért lebegnek az oszlopok, azt mindig nem tudom. Meg az, hogy nincsen kábel. Ezek csak így vannak, léteznek. Jéééé! Én is ezt mondom. És azt hogy érem el? Oké, okay, a lecke fel van adva, hello. Nincs is nálam fegyver ezúttal, miért menekülsz? És elestél, gratulálok, balfasz. És ez? Don't forget to save your game. Mi? Azt hittem autószép van, de oké, okay, így is jó, akkor ezzel mentünk. Save game. Hú, de jól tettem, hogy ezt akarom menteni, te jó ég. Mert egyáltalán nem mentett a játék. Na hát. Pisztoly, te mit akarsz tőlem? Hm? Telefotózol? Ki engedte meg? Hm? Mesélj! Fel a kezekkel, gazember! Neked is. Fel a kezekkel, gazember! És találtam egy plüst. Na hát, én itt merch szagot érzek. Ó, bemehetek ide is? Aknamező? Nálam ugyan nem. Ez mi? Bomb helmet? Meg bomb suit? Ez miért? Ne robbanj fel! Egyáltalán sebezhetetlen vagyok ezzel? Azt hiszem igen. De azt tetszik, hogy így szaladok és izzad a mókus így a ruhában. Jó, az mondjuk tetszik tényleg, hogy legalább nem minden ruha az, ami így funkcióban egyforma. Bár úgy érzem, mintha lassabb lennék. Na várjál, outfits. Tehát, hogy... ó, és éppen összeomlok, jó? Aki a lényeg az, hogy stabil a játék. Jó, szóval nincs autómentés a játékban, ahogy láttam. Már mehetek vissza fölvenni a bombaruhát. Meg kinyithatom azt a pisztolyt ott. Hát rezeg a léc, mondhatni. Szóval bár a bombaruhával ellenállóbb vagyok a robbanásokkal szemben, de nagyon-nagyon lassú vagyok. De akkor ne ugorj! Mikor nyomom a space, de csak azért, mert pont úgy volt, ezért... nem ugrik, tehát minden ugrást így kell csinálnom, hogy nyomom a space-t össze, mint egy őrült. Mert nem akar ugrani. Hát... miért a kifejezés? Most egy hirtelen magyarul nem jut eszembe, de... aki tud angolul, clunky. A leginkább ez jut eszembe, ügyetlen az irányítás, de nagyon. Ez a legnehezebb része így érzékeltetni, mert... mikor rossz az irányítás, akkor nagyon úgy néz ki, hogy az illető szarul játszik. Ami... szintén amúgy benne van a pakliban, mert a szar irányításhoz hozzászokni az nagyjából olyan, mint mikor bedobnak téged a mély vízbe és megtanulsz úszni, vagy megfulladsz. Azt írja Inside Brown. Ja, bennem is. Úristen, barna mókus vagyok, eszem megáll. Ó, várjál csak. És megint összeomlik? Az a baj, ez pont a legrosszabb összeomlás, ami létezik. Mármint úgy értem, hogy van játék, ami összeomlik és... azonnal kidob az asztalra. Van játék, ami összeomlik, de feladatkezelő bezárod.
Van az a játék viszont, mint ez, ami összeomlik, és muszáj neked billentyűzettel navigálnod össze-vissza, mert valamiért nem hajlandó letenni a játékot az asztalra. Illetve nem, még csak nem is ez a leges legrosszabb, mert az a leges legrosszabb, amikor még újra is kell indítanod a gépet, bár szerencsére ez a játék annak ellenére, hogy lefagy teljesen, legalább saját magától bezárja magát ugye egy perc után. Az első trailert erről a játékról úgy egy éve láttam, és akkor is ugyanúgy nézett ki, szóval mi a tököm tartott egy évig? Na mindegy, egyelőre elszarakodok, ha valami érdemleges van, akkor szólok. És igen, végül is lehetne mondani azt, hogy legyek elnézőbb, de hát nem tudom. Egyelőre nem vagyok lenyűgözve, pedig helyenként szórakoztató lehet. Például ez, hogy így... Halló. Hát ez? Szóval ez. Jó napot! Ninja! Ne is foglalkozz vele, hogy a kollégádat kitekertem. Egy. Bár értékelem, hogy van hang arra, hogy el vagyok-e bújva. Vagy sem, de... Ez bizonyos esetekben elég irritáló lehet. Hello. Bemutatkozom. Ne üsd le, hello, ez csak én vagyok. Wow. Te most engem akarsz? Ó, hogy te ilyeneket tudsz, na várjál. És nem tudom, az mi? Várj, kizsebeltem. Szóval, ja, valahol mélyen ott van egy remek játék. Egy pár érdekes ötlettel, de valami nem sült el jól. Mert egyelőre ez rendkívül üres és élettelen igazából eddig. Hello. Én vagyok az Alien Facehugger, mit szólsz? És itt volt ez a Daddy Tank, de... Lehet, hogy járművel kéne ide jönnöm. És ez itt így. Hát itt össze-vissza gördeszkázom nagyon. Oké, ezt megnézem. Mi a szar? Én Goni vagyok mostantól. Hova lövök? Hogy? Tudom mit, nesze. Tetszik, hogy az út közepén itt van egy sövény, meg egy erőtér, mert a sövény az nem lenne elég, hogy megállítson. De ott is van valami, szóval az azt jelenti, hogy a játék majd tovább fog engem engedni. Na, hova megyünk? Á, kösz, pont ide akartam jönni. Írta a tábla ott, hogy Danger Minefield, ez egy lakott terület, mit keres itt? Egy aknamező, és ha tippelnem kéne, azok ott az aknák. Szóval igazából, amíg nem megyek neki a botoknak, én szerintem jól leszek. Híres utolsó szavak, azt hiszem. Ah, oh, nuts. Tényleg, bombszúd, köszönöm játék, hát hogy lettem ilyen buta? Jó, és ha minden igaz, akkor én ezzel már túlélem a robbanást, úgyhogy gyertek. Úgyhogy, nekem nem ártatsz, megállíthatatlan vagyok. Majd te neked sörítesed van, miért? Hú. Ajaj. Oké, emberedre akadtál. Vagy mókusodra. Mi van ide bent? Ó, még egy mókus. Plüss, hát hello. Köszöntem. Találtál egy sörétes, most már többet lehet venni a szomszédságban. Ámen. Megvan a super shotgun. Na mi van, mi? Fel a kezekkel, gazember. Jó, oké. Áú. Akna jump. Jó, mondjuk ilyenkor beindul egy láncreakció. Megölhetlek így? Oké. Mi történik? Nem mondod. És kilövöm az aknamezőre. Na mi van, robbanjál? Úgy, szép volt. Még egy kicsit nagyobb ugrásra számítottam egy ilyen sörétestől, de nem baj. De hogy még több sörétest vehetek? Igen. Majd veszek, hogyha lesz elég mak. De engem most ez érdekel. Ugyanis. Kocsi! Hell yeah! Jobb egérgomba lock speed, tehát hogy... Aha. Tehát hogy amíg nyomba tartom ezt a gombot, nem leszek se gyorsabb, se lassabb. Érdekes funkció, bár... Nem tudom. Inkább menjünk. Még egyszer. Hát tudok dekázni a makkokkal, de
nem tudok oda följutni. Ennek az irányítása valami nem jó. Nem merem azt mondani, hogy borzalmas, de hogy nem jó, az biztos. De haló, csak fussál föl a kicseszett falon. Mi sem egyszerűbb ennél. Nem, ezt nem én csinálom, tehát a saját magától így fogja magát és így elfordul. És meg azt hittem, ez milyen jó lesz, aztán nem egy nagy francokat. És beszarulok ide. Mi az, hogy beszarulok? Hagyjál már! Ez nagyon jó. Ja, értem, ha trükközök, akkor így kapok makkot. Na, kéne egy makró, amivel így képes leszek ezt örökké csinálni, és akkor tök jó lesz. Na de, engem ez érdekel itt. Ui, be a titkos katonai bázisra már megint. Ó, már ad egy SMG-t. Ó, nem mondod? Ó, várjunk csak, azt hiszem megvan. Azt nem tudtam, hogy lehet vezetni és lőni egyszerre. Itt nagyon nagy drive-by-okat fogok csinálni. Kivéve, ha fönnakadok. Na. Szóval. Aha! Jó, még egyszer. Jó, így már értem. Oh yeah! Igaz, hogy mellé. Mohawk? Nem mondod. Hát ez nagyon radikális, köszönöm. Pusztulj, jaj ne! Oké, az SMG és a kocsi is fönnmaradt. Grove Street! És mellé lövök mindhárom alkalommal, jó? Ez a beszéd. Így hamar meg lesz a szükséges mag mennyiség. Jó, a kocsi irányítás az borzalmas, de legalább ez a hátrafele lövök, hogy előrehajtsam magamat, ez mondjuk nagyon tetszik. Hé, srácok! Hector says buenas noches! Viszlát! Fán tud lenni ez a játék, szórakoztató, még hogyha valami eszméletlen amatőr helyenként. De legalább akkor a baromság, hogy azon túl, hogy nem igazán tudom ajánlani eddig a játékot, legalább nem tudok rá haragudni, hogy kifejezetten. Azt a számít, hogy kétszer összeomlott és majdnem vitte a gépemet, de hát ez, hogy mondjam. Ez már az Unreal játékok átka igazából. De jó, eredetileg a katonai bázisra indultam oda. Legalábbis gondolom van ott egy titkos bázis, de... Dress? Azt mondod? Hát itt csodás vagyok. Vigyázzál, bomba van nálam, nem félek használni. Mesés volt. De miért így szaladok egyébként? Most tűnik föl. Hát te? Ó, az út elektromos, maradjak a járműben, jó? Ki lő? Honnan? Meg miért? De tényleg ki a franc lő? Te ott? Hát? Oké, és valaki magyarázza már el, hogy a tank az hogy a fenébe jutott ezen végig. Oké, ez jó volt. Ez nem volt jó. De mi ez a Sonic S pálya egyébként? Csodás, fantasztikus. Én már nagyon fáradt vagyok az ilyesmihez. Én már túl öreg. Már ha azt hiszed, hogy elfoglak gázolni, hülye vagy. Bár az tényleg, hogy nagyon vicces, ahogy elrepültök, de... De az a baj, hogy én is beglitchelek, és akkor... Ja, lerepülök innen, azt jól nézünk ki. Létsz egy checkpointot. Vagy váltsunk pályát, nekem az is jó. Ja, nem erre számítottam. Hello. Gránátvető, oké. Okay. Yeah! Jó napot, megjöttem. Támadás, azt mondod? Úgy néz ki, azt mondja. Jó van, akkor... Nem tudom, intézzük el úgy, mint Vulcan Raven-t? Nem úgy néz ki. Kiüvöltözik. Oké, ez kínos. Oké, shootable. Köszönöm, de megpróbálok innen kijutni. És nem bírok. Bármi? Kijutottam, hello! Mizu! Kérlek, ne lőj! Nem tudok kocsit hívni, jó? Akkor azt hiszem gyalog megyünk. Tetszik, hogy a zene az ilyen félperces loop. Repairing? Meg egy nagy francokat. Aha!
Na és most mit javítasz meg, hm? A pajzsot, jó. Ja, és leütsz innen is. Há? Anyádat, mi ez? Kösz a fülemet, mi ez? Azt a rohadt! Jó, 6000 féleképpen süketültem meg, köszönöm játék! Mitől ragdollozok? Hozzá se értem. Mikor megnyomom az F-et, akkor cancel-öld a rohadt időlassítást. Ezt odafönt felszínen meg lehetett csinálni, most miért nem? Na jó, hol a bomba ruha? Meg akartam nélküle oldani, de nem fogjuk. Tetszik, hogy megmutatja, hogy elmegy a pajzs, és hogy ott a sebezhető pont, miközben egyébként telik az idő. És most? Furcsa a frizurád, jól vagy? Aha, már sejtem. Ezt akarod, mi? Hello? Nem csinált semmit? Aha, ez aztán időzítés, amit kell csinálnom. Ez iszonyatosan szar, te jó ég. Akkor ez egy gránátvető? Hell yeah. Jaja, ez már tűzerő, köszike? Aha, ezzel már alakulunk. Nem tökéletes, de... alakulunk. Hát egy óriási nyomorék vagy, mondtam már. Ezt a zenét meg már vagy 20-szor hallom, egy kicsit már ki vagyok borulva. Jó, mekkorát robbant. Fadere, defeated. Igen, azt mondod? Helyes, helyes. Ez borzalmas volt, jól van. Hogy vagy még életben? Megettél egy egész gránátot. Na ez. Jó! Oké, ez nagyot ment. Keresztül a plafonon? Jó, kinyílt, hihetetlen. Jó, én egyelőre itt szünetet tartok. Eléggé vegyesek az érzéseim a játékkal kapcsolatban, nem valami pozitív. Picit vicces tud lenni, vannak benne jó ötletek. A megvalósítás már annál kevésbé lenyűgöző. Az a kuka az úgy miért gurul? Az ott mit csinál? Miért van ott? Miért? Na mindegy. Szóval nem valószínű, hogy én erre visszanézek, mert hogy őszinte legyek, nem nagyon tetszik. Egy érdekes élmény volt, úgyhogy én megyek és kínzom magam valami mással. Na ciao!